Pucéran tandembicikli, tehát fél Anglián egy nudista páros. Van kép. Nem azért, de nem rossz pucéran műni a nyeregbe. De. Még simon a drágban is nagyon rossz, nem, hogy pucéran, de azért nem tudom, hogy fél csinálta. Fél Anglia, ha b***ja. Az egyik nagyvárosban egy nő meg is köszönte a brit párosnak, látványuk nyújtotta élményt. Itt a kép. Ott vannak. Hát azokon nincsen gatya. Nézd csak, a nyergen ott van egy ilyen kis sapka, vagy nem tudom, rá van így húzva. És hát a csávó meg egy ilyen bőr Brooks nyereggel. Az igen, bátya. Az kemény. Morzsolja az acsit. Az kemény. Az morzsolja a lukat, az acsit, az minden morzsol. Akkor életben. Azon bringás gatyával se tekernék, nem vagy gatya nélkül. Jó, oké, akkor elvileg minden oké. Zsír, kezdjük a felajánlásokkal, kaptunk ajándékokat. Lacinak direkt nem mondtam, mert nem lehet, nem ihat ilyesmit szóval. Hát ez szomorú, Laci. Ja, köszönjük szépen Attilának, aki szokott nekünk hozni cuccokat. Ez műzni, tessék. Oh. Még azt műzni talán lehet, nem tudom. Nem lehet, biztos. Lehet, hogy az sem. Meg ez sör. Most azért mondtam, hogy mi együk meg nevű. Ja, az a tiéd, azt vigyed el. De amúgy lehet, hogy ezért tud enni. Azt vigyed el, mert kettőt kaptunk, egyet elraktam, úgyhogy ja, egyet tiéd. Hát akkor szevasz, Laci. Ez meg sör, olyan, mint amit múltkor ittunk, akkor te nem voltál itt, mert Gábor volt itt, és gyümölcsös sör. Úgyhogy azokat szeretem. Úgyhogy ja, viszel belőle, vagy majd megisszuk itt. Hát majd ígyük meg itt, jó, majd amikor okay. Marcival jövök adásra. Jó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, szavasz, Lelezori, Ladányi büdöske rulez, na bejött. Bejött a büdös sajt? Bejött a büdös sajt? Jó van, oké. Okay. Csináltad büdöskét? Aha. Most vannak, jaja, igen. Igen, na, jó, oké. Szavaztok akkor mindenki itt a YouTube-on, aki YouTube-on néz minket, és akkor kezdünk témázni, mert az előző adásban elég sokat beszélgettünk, és amúgy jó, hogy lebeszéltük az időt, de vannak itt történések, úgyhogy pár cikket át kell néznünk ebben a részben. Hol kezdjük? Nem tudom, ez a cikk, ez... Az nem olyan érdekes, ez érdekesebb. Ezt hallottad? Új szintre emelkedik a nyugat gyalázása. Szia, Judy, azt hittem, már nem jössz vissza az adásra. A hanyatló nyugatról lesz szó. Schmidt Mária, nyugaton egyre kevesebb a szex. Úgyhogy nyugaton... Schmidt Mária ezt honnan tudja? Nyugaton már nem is szexelnek az emberek. Igen, mindjárt belemegyünk a cikkbe. Azt hittem, amúgy szaporodnak a migránsok, tehát az indukál, vagy az feltételezi, hogy van szex, van vagy szex, akkor most igen. Még sincs migráns. De a rendes, fehér emberek nem szaporodnak, ja, Dani, úgyhogy... Itt arról van szó, igen. Szóval, Schmidt Mária Esztecset eltelt Terrorháza Múzeum és a 21. század intézet főigazgatója. Mi? Főigazgatói nevezett intézet? Ezt nem értem. Mindegy, egy eseménye. Szóval, sok titulusa van, és Igen, a történész Ne szeretkezz háborús címmel előadásban arról beszélt, hogy a szexuális forradalom igazi haszonélvezői a felső osztály béli férfiak és nők, akik háremeket tartanak, válogatnak a szexuális partnerek között, de az alsó osztályokban lévő férfiak nem jutnak nőhöz, a nők férfihoz, ezért aztán a szexuális forradalom végső soron egyre kevesebb szexet, egyre több boldogtalanságot eredményez. Na, én már ezt nem értem, ezt a mondatot. Magától találta ki? Hogy a felső osztálybeli férfiak és nők háremeket tartanak. Szóval egyes csávók, akik ki vannak pattintva, meg nem tudom, úgy jobb, vagy több a pénzük, vagy... Azok háremeket tartanak? Hát, vagy több nő közül választhatnak, vagy nekik mondjuk minden nap egy szex, vagy mit tudom én, micsoda. Hát, ez milyen általánosítás? Mi ez? A felső osztálybeli... Hát, Schmidt Máriától mit feltétez? Jó, ha van két agysejtje. Jó, oké. Okay. Egyrészt, másrészt meg amúgy... Igen. Legalább tudják, hogy nem a Fidesz a kedvencem. Igen. Baszódna meg az összes, de amúgy meg még... Szia, Mária csak ír így. Ja, amúgy meg pont ez jutott eszembe, hogy lehet Mária csak ír így, érted? Lehetnék én is ír így, de hát inkább az embutizmusban menekülök. Azt mondja, Schmidt Mária leírása szerint nyugaton egészen apokaliptikus a helyzet, még inkább ellehetetlenítették a szexet a MeToo mozgalom visszaélései, valamint a biológiai nemek elleni harc. De ezt is valami KSH-s izéből szedte vajon? Mert ezek megint olyan dolgok, amiket nem értem, hogy onnan. Nyugaton nem váltásra buzdítják a kiskorúakat, nem váltó műtéteket végeznek rajtuk, nem egyszer szüleik beleegyezése nélkül, akiket néha meg sem kérdeznek. És akkor erről honnan tudunk, vagy így utólag? Megint olyanokat állítanak ezek a szerencsétlenek, hogy mindenki majd elkezd szőbörögni a fideszesek közül, és akkor majd tök jó így...
hogy háborognak, hogy... Hogy bezzeg, mi tudunk rendesen szexelni. Ez az. Konzervatív keresztény amúgy Magyarországon. Amúgy Nátránónak az hozzászólása a 60-as évek, persze, hogy többet szexeltek, mert nem volt igazából, mivel kapcsolódtak volna ki. Tehát akkor még a tévé is épp csak elkezdődött. Arra gondol, arra akarsz kiüködni, hogy miután a TikTok van, meg social media, azóta azért nem szexelnek az emberek, mert inkább pörgetnek. Hát, ha nem is a szex... szexualitás csökkenése, de az, hogy a egymás közötti interakciók maguk a beszélgetések is eltűnőben vannak, tehát nyilván az is, hogy szexeltősd az időt, és mondjuk akár ne azzal, hogy tényleg mondjuk a TikTokot nézd, hanem mondjuk foglalkozz a másikkal, ott van, esetleg generálódjon valami vágy a két fél között, de hogy nem, mert mindenki nézi a TikTokot meg a sok szart. Egyből felpörgettük a csütet ezzel a témával. Kaját szeretnénk meg a szexet. Igen. Ja. De amúgy meg, tehát hogy igen, ennek is van relevanciája, hogy igen, a social media is tehet erről. Nyilván ennek azért több összefüggése van, de ja, többet szexeltek valószínűleg, hát ráértek. Nem tudok nyilatkozni, ugye, mert igaz, hogy most kapcsolatban élek, de ugye ritkán találkozunk, és akkor pont nem azzal foglalkozunk, hogy pörgessük a TikTokot általában, de hogyha hosszú távú kapcsolatban, nem tudom, hogy működhet. Majd aki megírja az, aki hosszú távú kapcsolatban él, hogy ez mennyire. Nem tudom, rövid távúban se jobb benne, szóval én csak pofázok. Nálunk mire sorra jutna a nem vált, a várólistán a nem váltó műtétre, már felnő a gyerek. Sokmat lipsik. Ez jó. Ez nagyon jó. 90-ben nagy tél volt. Vagyunk is sokan, akik 90-es évek elején születtünk. Na igen, 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 igen. Ja, igen. Egymást kell pörgetni, nem a TikTokot. Ja, igen. Na, nézzük. Schmidt Mária, igen. Arról beszélt, hogy... Várj, ezt nézzük meg, hogy több nyugati nő számol be a nemi vágy csökkenéséről, vagy eltűnéséről, egyre többen kerülik a nemi érintkezést. Ez még ugye valószínűleg a... Erre vannak tényleges kutatások, oké, de... Igen. Jó. Igen, a történész arra jutott, hogy a mai nyugati életforma és az amerikanizáció ugyanúgy ellentétes a több mint 1100 év alatt kikristályosodott magyar hagyományokkal, ahogyan a kommunizmus is volt. Mi a magyar hagyomány? Megdugni hát mindenkit, aki mozog? Nem, vagy mi? Az, hogy osztóra csapkodod a, nem tudom, a paprika ültetvényt, aztán leszállsz a lóról, és meghágod az asszonyt. Ez a jó magyar, aztán bezabálsz pacalpörködből, és bepánikázol. Meg előtte megverd az asszonyt, és utána hágod meg. Előtte kell megverni. Ne előtte, utána, közbe. Ahogy sikerül. Közbe élvezi, előtte, utána majd szomorú lesz. A jó hagyományok, igen. A hagyomány. Szóval ez a lényeg, hogy ne akarjunk nyugati életformát, ne akarjatok jól élni, mert az a hanyatló nyugat ópiuma, nekünk ki kell menni, szart lapátolni, néha kocsmába inni, aztán megbaszni az asszonyt, ha van. És ne akarjatok sok pénzt keresni, és ne akarjatok tanulni, mert az is ellentétes az 1100 év alatt kialakult magyar életformával. Jó, tudjátok, hogy csak túlzunk egyébként, azért mi is tiszteljük a hagyományokat, de... Tehát nem teljesen. Én ezek kicsit ilyenkor túlzok, de igen, tehát most ez most csak így elviccelődünk fele, nehogy valaki tízi annyira nagyon komolyan vegyen. Hát minket, mint várja, úgyis egy vicc önmagába. Igen, de meg ez is jó, hogy gyakorlatilag a nyugati életformát a kommunizmushoz, hát nem hasonlítja, de hogy... Ugyanolyan káros a nyugati életforma. Igen, mint a kommunizmus volt, igen, ez nagyon szép egyébként, és ugye kik a legnagyobb dílerek most, akik ugye Oroszországban, meg Kínával kötnek bizniszeket, azok biztos nem mi vagyunk. Részegen hazamenni, megverni az asszonyt, magyar hagyomány. Így van. Ja. Ez így van. Ezen nem szóval nevetni egyébként, de amúgy bazdmeg, nagyon durva. Hát ezért akadtam ki, mikor Laci... Egyébként nyilván az direkt húzta a fideszes vonalat, vagy az ellentétes vonalat, hogy hangot adjon annak is, mert azt sejtettem, de hogy... A pálinkával kapcsolatban? A pálinkával, igen, de hogy az is már milyen, hogy a fél ország alkoholista, és akkor miért tudom, ez is a jó magyar tradíció, hogy hát nektek mi kell? Jobb fizetés, jobb eszközök, jobb technológia, mi áll a vízügy rendelkezését, árazók, gátak, mobilgát, nem? Pálinka. Ja, ez már mind megvan? Már csak a pálinka jelzik? Ah, tényleg, miniszter úr, a kurva anyádat. Hát igen, nem ez volt a legszebb gesztus szerintem. Aki nem tudja, miről van szó, az nézze meg az előző adást, egyébként ott beszéltünk. Ott helyben igen, tényleg haveri szinten jó, de meg ennek is van egy olyan tradíciója, de hogy ennek inkább van tradíciója, de hogy na. Elég visszás. De mindennek megvan a maga helye. Schmidt Máriának is, nem tudom hol, egy bolondok házában. Igen. Igen, akár egy Schmidt Mária szerint szükség van a szeretetre, a szerelemre, a szexre és a családra. Szóval zárjuk ilyen szépen a mondatot. Igen. Igen, mi magyarok azért
kb. Rendben vagyunk, csak nagyon észnél kell lenni ebben a bolond világban. Ezt is mondta? Marika néni, egyem a szívit. Észnél kell lenni, hogy átműtsék a gyerekeket. Azaz, levágják a gyerek pélóját. Figyeljetek nagyon oda, mert még a végén átműtik a gyereketeket, hogyha nem vagytok elég figyelmesek. Ez volt, beviszed az iskolába, aztán Gábor helyett Gabriella lesz. Jó volt, azt lányként jön vissza szerencsétlen rohadt életbe. Mári egyiket se kapta meg. Jó, nem szabad nevetni rajta. Nem szabad gúnyolódni embereken. Ez csúnya dolog egyébként. Csak jeleztem, hogy mennyi rosszul működő házasság van. Nem tudjuk, melyikre reagálta, de egyébként nyilvánvaló. Tehát, hogy igen. És ez a sok szép magyar tradíció, amire itt gondol, abban ez is benne szerintem van. Igen. Nem attól függ valószínűleg, hogy kevésbé szexuálnak az emberek, hogy ilyen nagy szabadosságban, meg mit tudom én, hanem nem tudom. Hát a társadalmi elidegenedés, a social media ennyi alapja van annak, talán, amit mond, mert erről ténylegesen vannak kutatások. Sőt, már létezik ilyen, hogy aszexuális az... Annyit jelent, hogy... eddig is létezett, hogy aszexuális. Hát igen, csak valaki ezt így direkt. Tehát ő egyszerűen nem él ezzel a lehetőséggel. Aki túl sok pornót néz. Nem, ez kifejezetten olyan, hogy egyszerűen úgy áll a társadalmi helyzet, vagy úgy áll a világban, hogy ő nem igényli a szexet. Tehát hogy ez konkrétan az egy ilyen pszichológiai... De szerintem ez az aszexuális. Fú, nem akarok belemenni, hogy nagyon sok szexuális van, de az aszexuális nem, aki nem képes rá, aki nem akar, az egy másik, mert az döntés kérdése. Hát van egy, aki nem akar, de hogy ez már egy egész nagy... Az nem a pánszexuális? Mit tudom én, akkor lehet, hogy... Na ez volt, amikor azt mondtam, hogy túl arab vagyok, hogy valaki túl sok a kifejezés. Mert van olyan, aki úgy dönti el, hogy ő nem akar, de hogy amúgy tudna, igen, meg felizgulna, csak hogy ő úgy döntött, hogy ebben a társadalomban nem akar. Nélkül, igen, tehát, az melyik szexuális? Nem tudom. Azt írja Zoli, nem, én a szexuális vagyok. Igen. Pár meg mindennel. Akkor az a szexuális, nem akar. És ki az, aki nem tud? Olyan is van, aki nem tud. Mert hát van, aki nem akar, az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. Hát a nem tud, az nem tudom, mert ott viszont az már egy másik kategória. A szexuális a vágy nélkül, igen. Az, aki nem úgy dönt, hanem úgy születik, vagy olyan lesz. De aki úgy dönt, az szerintem az más. Hűha. Az incel, igen, az incel, tényleg. Na, az valami tök más. Impotens, az megint... De nem, mert az incelről is most volt valami cikk, arról is olvastam, hogy az mi a tököm. Az azt kell leírni. Az nem, hanem akkor. Hát én így. Sem vagyok pontosan így, tisztában hogy vele. De biztos nem. Hogy kell érni, incel? Mi az incel? Valaki? Incel nem cellában, hanem incel. Ez így egy betűszó. Egyben. Így. És egyenle. Incel? Így. Incel, az angol involuntary celibates, igen, önkéntes celibátus, ez van, igen, erre gondoltam, az lehet, incel. Lehet, hogy ez az, ja. Aki önkéntesen, tehát úgy dönt, hogy ő nem fog. Igen, na ilyenek is egyre többen vannak, és lehet, aha, ugye ez is köze van a hanyatló nyugatnak, de nem biztos, tehát hogy... Van neki ez a módi, akkor egészségére át most nekem, ettől nem lesz rosszabb, hogy ő nem szexel valaki, érted? Nem ettől fog szerintem kipusztulni az emberiség, vagy Európa elnéptelenedni? Attól nem, a mikroműanyagoktól hamarabb, de hát, ja. Az aszexuális nem érez vágyat, a pán a lélekhez vonzódik, mindegy, milyen nemű, így van. Igen, köszönöm szépen, összefoglaltad. A pán szexuális, tudod. Az nem ahhoz vonzódik, hogy nézzél ki, milyen nemű vagy, hanem hogy milyen a lelked. Az a milyen szép gondolat. Szexuális, igen. Csak furcsa elképzelni. Csak ez így nem működik. Csak nálam nem. Nálad nem, valakinél, igen. De valakinél, igen. Igen, ad aszexuális, akit nem érdekel. Igen. Az egyetemen haverom csoporttársa benyögte, hogy ő non-bináris, amúgy néztek rá, mint Boci az Újkapura. Hát igen, a non-bináris az alap ma már elég sok fiataltól. Már nem, na, van egy rokonom, aki 16 éves, és ő tőle hallom, hogy ezt emlegetik a kortársai egyébként, igen. A non-bináris. Hát, ez valami divat. Hát igen, mert ő úgy érzi, hogy ő egyik nemeshez tartozik, és akkor őt nem lehet meghatározni, mint egy bármilyen nemű ő különleges, ember. Mert máshogy nem lehet különleges. Azon is felháborodtam. Nem mondom, hogy felháborodtam, mert ennyire nem vagyok felháborodós, de úgy nagyon meglepődtem, hogy ilyen kis tizenpár éves kis csaj, meg a barátnője ott szívták ezt a hagyományos bagót a rendes cigit az állomásért, és így néztem, hogy mondom, tizenpár évesen ennyire kurvára mindegy a világnak, hogy, hát ez hogy mikor, még amikor, még mondjuk amikor mi ballattunk el. Mikor is így volt? Hát jó, de ott nem az volt, hogy tényleg mindenkinek volt valami kis elektromos, meg nem elektromos, meg már füst jött ki az agyából. Hát akkor, hanem, csak, akkor csak cigi volt. Tehát akkor nem, még a menőracoknak volt cigie, de akkor még csak néhányaknak volt, és nem mindenkinek. Hát... Most meg már majdnem mindenki hozzájut. Annak ellenére, hogy elvileg nem lehet. Hát ja, de ugye ma már inkább szerintem ezek a mindenféle füstölő cuccok, ami nem cigi, az jobban megy a fiataloknál. De valószínűleg igen, csak hogy
Már ennyire közönséges dolog ez is. Ja, persze, igen. De fú, ez megint egy hosszú téma egyébként. Szerintem nem dohányoznak kevesebben a tizenévesek közül, csak máshogy dohányoznak inkább. És, de inkább azt mondom, hogy többen szerintem, mint kevesebben. Többen? Nem tudom. És így aztán nem is annyira különös dolog, ha valaki cigizik, és nem is annyira felnőttes. Ezt hát a néz minket valaki, aki tanár, vagy ilyesmi, aki közel áll az iskolákhoz, az majd megmondja, hogy mit tudom én, 15 évvel, 20 évvel ezelőtti trendekhez képest mennyien cigiznek, mert ugye mi ezt így nem tudjuk annyira pontosan igazából. Zoli, mi? Faszexuális? Zoli, faszexuális? Ez olyan, mint a faszállító kamion. Igen. Igen. Egyébként, aki nem tud szexelni, az a divide-os bicikli is. Az biztos, hogy nem jut ilyesmi eszedbe. Meglátod a barátnődet még akkor sem rohadt életbe. Ott rülsz, hogyha az alapszükségleteid működnek. Igen. A metroszexuálisnál leragadtam. Ú, tényleg régen volt ilyen. Igen, ha a kis piros kívánná, de hogy a metrót, az már tényleg túlzás. Nem, régen volt metroszexuális, emlékszel? Az most már nincsen. Ez egy létező fogalom az is, nem? De ma már nem hallott. Régen ez nagyon ment. Ja, az de úgy létező. Ez a 2000-es évek közepe vége fele volt, ez a nagy metroszex. Mi kell, Zsepi? Nem, csak gondolkoztam, hogy hol tettem a sluszkulcsot, így véletlenszerűen eszembe jutott, de megvan. Megvan, jó. Szóval az amikor mi voltunk gémisek, akkor ment ez a metroszexualitás, most már ez így kiment a divatból valahogy. Nem tudom. Bár egyébként például a héten akartam mondani. Ki a tököm ez a TikToker, a... Terry Black. Nem, a legnagyobb magyar TikToker. Hogy ez a szerencsétlent? Egyet se tudok. Itt van a szemem előtt az arca. Whisperton, igen, köszönöm szépen. Whisperton, igen. Szóval Whisperton az gyakorlatilag mondható metroszexuálisnak, nem? Vagy ő csak simán meleg? Nem tudom mi a könyv. De tudod ki a csávó? Fingom sincs. Hát nincs a TikTokon, honnan tudjam. Hát Whisperton. Csak így néz rá. A nevét már tőled hallottam szerintem. Hát így néz ki a csávó. Tehát ja, hát ezt mondhatnunk metroszexuálisnak. Hát én buzit akartam mondani. Hát de... jó, de hát ő meleg, igen, de hogy a metroszexuális ez a piperkőc. A metroszexuális, igen, ugye ez nem köthető elvileg össze a homoszexualitással, ugye? Igen. Szerintem, nem tudom, mert igen. Ez meg már az, hogy már... Fú, nagyon belementi. Ez már kettőnél több, az meg már nehéz értelmezni. Aki homoszexuális, ez lehet metroszexuális? Nem tudom. Mondom, megkavartalak. A homo meg a hetero eddig tiszta, onnastól kezdve már zavaros. Megkavartalak. Amúgy vannak nem binárisok, akiket biológiailag se lehet rendesen bekategorizálni a két nembe. Igen, de az más, az transzexu, nem? Az transzexuális, azt hiszem. Nincs valami másik cikk. Ja, menjünk át valami másra. Nem tudom, mert olyasmiről beszélgetünk, amire tényleg nem értünk. Oké, szerintem metroszexuális a hetero férfi, csak buzisan néz ki. Igen, na, ez egy jó megfogalmazás. Igen. Jó, oké, jó, belekavarodunk. De szólsuk még, manapság nagy divat mindent fogalmat rágatni, ADHD és ilyen beteg, olyan beteg, ilyen szexuális, olyan szexuális, ember, kész, ennyi. Bárcsak ilyen szép lenne a világ, hogy ember. Igen, ez szép hozzászólás volt, köszönjük szépen. Hogy jukadtunk Schmidt Máriától ki, de mondjuk hát szexről volt. Hát, jó. Okay. Jó, na, menjünk át akkor. Van egy sörös cikk, az jó. Ezt nézzük meg, ez érdekes. Mm. Gazdasági vetülete is van. Arról szól a cikk, hogy elkezdtek trükközni a sörös korsókkal, hát, hogy visszaszoríthatják az alkoholizmust. Az mit jelent, hogy egy körömnyi a sörös korsó? Nagy-Britanniában volt ez. A brit kutatók, brit tudósok. Igen, jók voltak ezek az angol brit tudósok. De ez most tényleg új módszert javasolnak az alkoholfogyasztás csökkentésére. A brit korsó, ez a pint helyett kisebb, azok kétharmadának megfelelő adagok bevezetését tervezik. Egy 12 pár bevonásával végzett tanulmány kimutatta, hogy a kisebb adagolás 10%-a csökkentette a sör és a cider vásárlást. Szóval az a helyzet, de hogy... De az ára vajon megmaradt-e? Hát valószínűleg nem, talán arra nem is tértek ki. Hát az egységára szerintem talán ugyanaz marad, de azt hiszem ez nem volt benne a cíkben. Mert ugye volt régen, vagy vannak ilyen anekdoták, vagy nem tudom, viccek, hogy királyoknak írták fel, vagy nem tudom, hogy a mostantól csak ilyen egy napi egy pohárral ihatsz, és akkor hogy oldod meg, hogy akkor ugyanannyit ugye vagy kétszer akkora pohárban fogod inni. Ja, tehát. Mint a Mucsi, amikor az ekkora poros pohárból itt a bort, az nem így tehát meg egy pohárból, nem? Tehát, hogy az jó volt. Most azt mondják, hogy kevesebb lesz, mondjuk egy rendes magyar alkoholistának azt mondják, hogy akkor 4 deci a sör, hát ő addig fog szerintem ugyanúgy inni. Hát jó, de amikor sörözöl, akkor egy sört is szó, vagy t-shirt is szó. Mi se nézzük, hogyha fesztiválon vagyunk például, hogy valahol a 4 decis a sör, akkor is azt mondod, hogy megittál egy sört, pedig az 4 decis.
Hát, ja, de hogy most ezzel visszaszorítják, valamennyit lehet, hogy csökken, hát nem tudom. A mennyiséget visszaszorítják, igen. Elment a kedvük a méret miatt, inkább rövideznek, köszönjük szépen az első kommentet. Ja. Igen, igen, igen. Na, igen, szóval az a helyzet, hogy itt a lényeg, hogy a kutatók szerint a kisebb adag bevezetése azért lenne hatékony, mert az emberek gyakran nem a megivott sör mennyiség alapján döntenek, hanem egy adott számú ital fogyasztanak el alkalmanként. Így van. Szóval egy vagy két vagy három sör, így mondjuk van. Nekem. Így van. A vizsgálat három. Hát igen, mert nem azt számolod, hogy hány litert ittál meg. Hát végül is, ja. Szóval... Meg mondjuk, ha tényleg annyival, ha tényleg nem látványosan csökken, mondjuk csak 4 decire, akkor mondjuk valószínűleg se azt mondanám, hogy jó. Mondjuk... Hát igen, meg mondjuk, mit tudom, megittál már 8 sört, akkor nem azon fogsz gondolkozni, hogy megiszok meg a 9-et, mert nincs meg az a mennyiség, amit amúgy meg szoktam inni, hanem akkor már valószínűleg ez van. Akkor inkább azzal már, hogy jöjjünk már meg töményet rá. Szóval igazából leszontom, nem ez a lényeg. Azt mondja, hogy vizsgálat 3-4 hetes perióduson keresztül zajlott. Először a szokásos módon eladták a pinteket, majd kisebb adókra váltották, és végül visszatértek a megszokott rendhez, és a kutatók előre jelezték, egy eladott sör átlagos mennyiségi észrevetően 10%-kal csökkent, abban a, tehát az eladott sör mennyisége ugye csökkent a pub részéről, persze, mert ugye hát kisebb adagokat adtak. Ja. A tanulmányban szereplő 12 pub átlagosan alig 5 korsóval kevesebb sört és amabort adott el naponta, amikor a korsós borokat eltávolították. Válasz, most nem értem, hogy van? Hát szóval 12... nagyjából ennyivel kevesebb volt a fogyasztás. Tehát, hogy 2,7 literre volt kevesebb a fogyasztás, ja. Gyakorlatilag. Aha. Hát az amúgy nem kevés. Hát de az nem olyan sok amúgy. Hát na jó, de hát ennyivel többet ittak volna. Tehát akkor az nem olyan sok. Azt hittem, hát a 10%-os fogyasztás csökkenés az eleve nem sok. Aha. A kutatók arra számítottak, hogy az ügyfelek rendkívül ellenségesek lesznek a változással szemben. Az érintett helyszínek nagyon kevés panaszra számoltak be. A próbaidőszak alatt eladott bor mennyisége azonban kisebb mértékben, átlagosan 7,2%-kal nőtt. De ennek közel a fele éttermekként is működő helyszínen volt megfigyelhető, akkor ez nem releváns igazából, és nem fogadták tárt karokkal az ötletet, gazdaságilag nem megérős. Hát igen, a helyek, igen, szóval pozitív az embereknek, de ugye a helyeknek, ugye. A helyieknek, szerintem a sörgyárnak nem pozitív. Itt valahol írták, hogy kompenzációt kéne csinálni, és akkor úgy meg lehetne oldani, tehát hogy kompenzálnák a helyeket. Hát valamivel. Vagy ugyanannyit annák. A kevesebbet, mert egyébként igen. Valószínűleg a kocsmának nem éri meg, a sörgyárnak nem éri meg, az emberek. Egészségesebbek lesznek, mert nem 3 liter sört isznak, meg hanem 2,8. Kevesebb alkoholista is már zsugoros lesz, de... Litert. Hát nem tudom, nekem ez szerintem nem ez fogja megoldani valószínűleg. Meg ez már meg zsugorinfláció, hogyha ugyanannyira... Hát meg ez mondjuk a 1100 év hagyományos életmódjába belefér az egész világon, meg az elmúlt 5000 évben az alkoholfogyasztás, úgyhogy valószínűleg ez olyasmi, ami soha nem fog elmúlni és lecsökkenni. Hát nem tudom. Én szerintem most szerintem ezzel nem lesz semmit megadani igazából. Zsolti írja, fél liter 4%-os lager helyett 3 deci 12%-os stout. Én erre esküszöm össze télen. Egészségesebb is vagyok. Köszönjük szépen. Az mennyivel jó? Igen, az tök jó. És a hatás ugyanott van, és sokkal kevesebb sört ittál. De én pont azért szeretem egyébként az erősebbeket, ha már mondjuk sört iszok, mert annak a hatása ugyanott van, de kevesebbet kell tőle vécére járni, hiszen kevesebb a literszám. Igen, ez jó. Magyarországon kisebb is lenne, és drágább is. Igen. Szerintem, ja, igen. Szerintem most is kisebb, hát most és drágább. Is, igen. De, ja. És valahogy mégse csökken az alkoholisták száma. De hát nálunk meg ugye annó, nem tudom, hogy ez hogy működött, de ugye mi úgy mondjuk, hogy uniós adag. Akkor vezették be a kisebb feles, mert ugye már nincsen elvileg feles, hanem csak 4 cent, meg 2 cent van. Hát, nem nagyon jellemző, hogy 5 centet kapjál, igen, már 4-es van. Ez tényleg azért, mert az unióba beléptünk, vagy ez miért hívjuk uniós adagnak szerintem amúgy? Szerintem nem uniós előírás volt. Vagy ezt tudja valaki egyébként, valaki írja már, hogy ez már nagyon régen volt, hogy így váltottak, ez már 20 éve szerintem. Hát, lehet, hogy az uniónak az egészségügyi normáihoz akartunk jobban, vagy akkor így jobban benne volt az országban, hogy akkor most előre a fényesebb jövőbe és a kevesebb alkoholba. Ez jó kérdés, valaki által megírja egyébként. Ja. Mondjuk egyébként mi nem is szocializálódtunk a feleshez, tehát rendes felest azt én például tök nehezen iszom meg, tehát sőt, nagyon ritkán iszunk eleve 5 decit pálinkából. Felest,
rendes felest kéne meginnom, meg is halnék egy 5 cent. Már a 4 centet is úgy iszom meg, hogy... Igen, általában ilyen 2 és 4 cent között itt szoktunk önteni, hogyha iszunk. Igen, tehát... nagyon nem akarok felreállni, akkor inkább a 2-t iszom. Igen, tehát, igen, igen. És az nem sok. Igen, igen, igen. Jaj, oh, hoppá, mit eltűnt? Hoppá. Eltűnt az egér, megvan. Majd, igen, 2012 óta nem ittem alkoholt, most már tudom, miért fogok meghalni. Ennyi. Köszönjük szépen. Senki nem tudja. Senki nem tudja, nem írt senki, hogy mióta lett 4 cent a feles, meg mennyi? 2 cent a 3 cent. Mi ez a feles, azt kérdezi Zoli. Na igen. Jaja. Üveges. Jaja. Úgyhogy jó kérdés, hogy majd vajon ezt be fogják-e vezetni. De hát ugye a pint az meg főleg Nagy-Britanniában az ilyen olyan, nem tudom, szerintem ilyen több száz évről is tekinthető mértékegység, szóval nem hiszem, hogy hát ezt... meg ott az alkohol, a sörfogyasztás amúgy nagyon jelentős. Bár régebben volt, az, nem tudom, az elmúlt egy-két évben talán volt már cikk, hogy a fiatalabbak már nem annyira járnak kocsmákba. Pabokba. Pabokba, igen, és hogy ott hogy érezhetően a fiatalabbak körében talán már csökken is egyébként az alkoholfogyasztás. Igen, mert ők drogoznak, valószínűleg. Meg tiktokoznak. Igen, de ez is a hanyatló nyugatópiuma. Na, ne egyetok, inkább drogozzatok. Ezt majd valaki klippelje nekem ebből a podcastből, rohadt életben. Edélyben mekkorát isznak? Mekkorát isznak, hát, rövidet? Hát szerintem ott sem 5-re töltik a felest. Hát ott van, hogy decit isznak. Hát, én hallottam vagy már. Vagy van, igen, de... Erdélyiek mondták, nekem meg nem adtak sose decit, de állítólag ott azt is lehet inni, vagy kapni. De amúgy, igen, ott... Még a feles is szerintem ott gyakrabban van 5. Igen. 5 centre kitöltve. Hát nem tudom, mekkora legalábbis pohárba. Legalábbis háznál mondjuk. Szerintem mi vegyesen ittunk, kicsit is nagyot is ittunk ott mindent szerintem. Igen. Jaj, szerintem ez itt ott nagyon vegyes volt. Mi paprika pálinkát ittunk, decis pohára, nem volt jó, tehát háromszor is csípett, tehát ez nem csodál. Abból az 1 cent is csípne. Háromszor csíp, hát abból az 1 cent is csípne, paprika pálinka. Ez nagyon szar lehetett, azt a rohadt élet. Aki terhes gyerek, vagy vezet, 4 centi, a többieknek feles. Igen. Köszönjük. Kérek egy deci pálinkát. Ja, igen, hát van az a... Kérek egy decit. Van az a szóvicc, vagy nem szóvicc, ez a vicc... Az valami székely vicc, nem? Hogy bemegy a székely bácsi, nem szoktam viccet mesélni, bemegy a székely bácsi, és akkor azt mondja, hogy kérek egy, hogy is mondja, kérek egy, várjál, ezért nem beszélek viccet. Ezért jó, hogy vágó vagy, mert így majd össze tudod vágni, hogy pont értelmes legyen igen. A vicc. Igen, igen, úgy van, hogy kérek 2 deci rumot, meg valami töményet. Vagy valahogy így van a vicc, nem? Van valami lehet. Ilyesmi. Vagy egy deci rumot, meg valami töményet. Igen, igen, valami is. Jó, mindegy. Pedig nézek minket székelyek. Oké, nem fogok beszélni, nem fogok izé viccet mesélni. Ez nem is vicc szerintem, csak valami. Hát egy... Mondás. Igen. Jó, térjünk át egy másik témára. Viccolsz, még van egy... Szóval nem akarunk kevesebb sört inni, de a Zsolti megoldása nem rossz. Igen, igen, az tartós megoldás, azt támogatjuk. Jó, miről beszéljünk? Van még itt a Ferihegyi gyorsforgalmi kibővítés, az érdekes téma egyébként. Ez már 20 éve téma, igen, 30. Vagy a Pucér Antandem biciklizők, menjünk rá erre. Nem tudom, legalább gyorsan, hogy ez amúgy micsoda. Pucér Antandem biciklizett, tehát fél Anglián egy nudista páros. Van amúgy kép. Van nem kép. Azért, de nem rossz Pucéran ülni a nyeregbe? De. Még simán a drágban is nagyon rossz, nem, hogy Pucéran, de azért nem tudom, hogy fél csináltak. Anglia, ha baszki, az annyi, mint a Balaton na, körig aztán... 2-3-4-szer. Nekik aztán lehet, nekik szétment a picsájuk, lehet, hogy ott kellett picsomütétet csinálni, mint amiről múltkor beszéltünk. Vagy ráültek a rúdra. Úristen. A felső csőre, arra gondol? Hát és akkor így, lekapták, és akkor így érted, elhelyezkedtek aztán. Ja. Ja, hogy a gyerek csőre. Ja, hát, én a felső csőre ja, gondoltam. Ja, nem, én a gyerek csőre. Ja, igen. Nem, rá bele, és akkor érted. Nem tudom, hogy mennyire. Az Zoli csinálja, igen. Az egyik nagyvárosban egy nő meg is köszönte a brit párosnak, a látványuk nyújtotta élményt. Itt a kép. Nézzük meg a képet. Tessék, de milyen hülye ötlet ez? Ott vannak. Hát azokon nincsen gatya. Nézzük, milyen nyereg van. Nézd csak a nyergen, ott van egy ilyen kis sapka, vagy nem tudom, rá van így húzva. Ja, látod. Lehet, hogy az valami ülés könnyítő, vagy nem is tudom, hogy... A csajszi ült hátul, igen, akkor neki gondolom, hogy ott nem tudom, biztos ilyen biztonsági megoldás. Hát a csávó meg egy ilyen bőr Brooks nyereggel, az igen bátyja. Az kemény. Morzsolja az acsit. Az kemény. Az morzsolja a lukat, az acsit, az minden morzsol. A kurva életbe. Azon több száz kilométert így letekerni. Azon bringás gatyával se tekernék, nem vagy izé gatya nélkül. És gondolod, hogy izé közben ott még libeg jobbra-balra a szerszám. Hát azt szerintem ott össze van szorulva.
Meg még lehet, hogy ideg is összehúzza neki. De milyen boldogok. Nagyon király. Hát én nem tudom, hogy ezen mit lehet szeretni. A rohadt életben. Na igen, nézzük meg, hogy mit csináltak. Olvasunk bele a cikkbe. Azt mondja, hogy boldogabbnak és kevésbé stresszesnek érzem magam, ha mesztelen vagyok, és ez úgy tűnik, a legtöbb ember támogatja ezt. Azt mondja, hogy 36 éves Neil Cox és barátja 25 éves Jay Antic egy körülbelül 420 km-es kerékpártúra indultak Egyesült Királyságban, ami önmagában nem is lenne kihívás, vagy önmagában is kihívás lenne, hát még ha az ember egyáltalán nem visel közben ruhát. A brit nudista páros azonban erre nem kínzásként, hanem egy olyan kalandként tekintett, ami hatásuk szerint megerősítette a testképüket és az önbizalmukat, és a bőrüket az ánuszuk körül valószínűleg. Ezt csak én tettem hát ez, hozzá. Ez nem tudom, de ez egy nagy kínzásnak tűnik. Az ott megkeményedett keményen. Közösségi médiában is vegyes fogadtatásban részesültek. Egy Facebook csoportban posztolt fotójukat látva volt, aki szerint lehetnének több tisztelettel is mások iránt. Mondjuk, hogy ez nem köszönvérem sértés? Hát szerintem az kéne, hogy legyen. Szerintem lekapcsolja a rendelőket, akkor az bünti, mert azért ott egy szám hát töcsbe. Elvileg igen, ha csak nincs valami, de nem hiszem, hogy kaptak bármilyen különleges engedélyt, hogy ők itt mesztelenül tekerjenek, mondjuk 420 kilométerre. Mondjuk lehet, hogy kértek. Nem tudom, hogy hogy oldották meg, mert... Tudja a picsa. Azért egy pár rendőrrel összefuthattak, meg hát, egy pár prűdebb angollal, aki esetleg emiatt jelezett volna valamit. Azt én pénz fuszkusz, és ezek után csodálkoztak, hogy nyugaton nem dugnak. Na ez az. Igen, nekem is elmenne kedvem, hogyha lóbálózó, Brooks nyergen lóbálózó télók jönnének szembe velem biciklivel. A csaj hátulült, úgyhogy na valószínűleg... Na de utána viszont szép cicik. De a csaj hátulült, azt akarom mondani, szóval hát, meg kell szemvenni. Ő kevésbé látszódik. Igen, direkt ült hát a csaj. Hát őt akarásúba ült valószínűleg. Direkt ült a csaj hátul, vajon? Vagy nem? Véletlen lenne? Lehet, hogy ne zavarja össze az autósokat. Előlült van az összes, és így. Ne vegye el a figyelmüket. Igen, szóval mások szerint, mások úgy látták, hogy ha ez jó nekik, ha csinálják, így legalább valamelyest ellensúlyozzák a médiában látható, ideálisnak tartott testképeket. Na jó, de mit ellensúlyoz, mert amúgy a csávó elég jó kondiba van, tehát hogy most a csaj is elég sportosan néz ki. Meg a csaj is, tehát hogy ők most pont hozzák azt a jófajta átlagot, ami Átlagos testalkatúak. Fickó talán átlagosnál jobb. Igen. De hogy, tehát azzal nem ellensúlyos, hanem pont egy jó testképet mutat. Igen, de ez tök jó, merők egyébként, hogy megcsinálták, és nagy tisztelet nekik, hogy lenyomták. Mi ugye csak azt látjuk, hogy mennyire kellemetlen lehet pingásgatja nélkül, mert ugye benne vagyunk a témában, szóval csak ezért is nagy respekt. 420 km, amúgy embertelen. Mármint, hogy nyilván meg lehet csinálni, mert te csináltál már annyit, de... Vagy nem csináltam még 420-at? Volt, de összesen, volt. Hát de, hát mert a... 700. De volt 700, jó. Igen, hát na, hogy le a kalappal előttük egyébként, én nem nyomnám ezt le. Már csak azért sem, mert nem akarok egyszer pöcsbe tekerni, de amúgy se. Egyszer pöcsbe tekerni, nem mennék kitekerni Angliában, meg szerintem végig. Amúgy Angliában főleg nem, amúgy tényleg. Jó, tényleg. Szóval még hideg is van. Bringásgatja nélkül nagyon durva, igen, mesztelen csiga. Ki lehetett az út végére. Hát az biztos, az tuti. Fú, bakker. Hereszagott utazás, igen. Brooks nyergen van nekem is, bringás nadrág nélkül nem megyek sehova. Amen. Igen, azért az a Brooks. Szerintem eleve, hogyha elindulsz bringázni, akkor... Igen. Vagy egy nagyobb távra. Tehát az még az első Balaton kerülésre emlékszek, ott 90 km volt első nap, ugye Siófoktól meddig mentünk Tomaig, Badacsony Tomaig. Tomaig talán, igen. Tehát, és akkor még nem volt bringás nadrágom, mert úgy gondoltam, hogy hát minek. Hát, igen. Nem volt egy olyan erős gondolat. Tehát, hogy ahogy hazaértem, vettem bringás nadrágot, mert... Igen. Tehát, hogy nem véletlenül találták ki erre a távra, ez... Kell. Igen, muszáj. Igen. Aki mögöttük teker, hálás lehet, hogy a csajszi ül hátul. Mondjuk... Igen, de ott, hát ha sokáig tekersz mögötted, de ha előzöl, akkor előbb-utóbb előzni kell. Igen. Képzeljétek el, menet közben hallja a csávó, folyamatosan tapsolnak. Az csak a csaj felállt egy picit, mert elfáradt. Micsoda? Ezt nem értem. Hát ha SP-t tart a csaj, föláll, kiáll a nyerekből, igen, akkor tapsolni fognak. Ja, hogy tapsolnak! Ja, hogy úgy, azt mondja, hogy a csaj tapsol valamelyik testrészével. Jó, oké. Igen, amúgy van valami reklám is, ahol nudisták vannak, talán fájdalomcsillapító krém reklám. Nekem ez nincs meg. Nekem hát nézek... szerintem az nekik jól jöhet, vagy ilyen kis níve a mesztelenül a nyerekbe. Hát ott níve, a, ilyen atom nagy tégely níve kell, hogy ezt lehessen valahogy kezelni szerintem, mert az kegyetlen. Tehát, úgyhogy nagyon király. Ügyesek a fiatalok. Maga a teljesítmény szép, de kicsit értelmetlen. Igen, kövessétek be őket az Instagramon, majd rakunk be linket.
nem tudom, milyen nevük, de majd rakunk be linket alulra a YouTube videóba. Mondjuk, ha íresek akartak lenni, akkor jól csinálták, hát igazából, mert, igen. Mert ha bringásnadrágba tekernek körbe, a kutya nem foglalkozik vele. Elkapták a dolgokat. Igen.